Újabb brutális támadás történt tegnap Franciaországban, ezúttal Nizzában. A terrorista egy templomban három embert megölt, többeket pedig megsebesített. Két héttel ezelőtt egy tanárt gyilkoltak meg. A pedagógust egy fiatal iszlamista lefejezte, mert Mohamed karikatúrákat mutatott diákjainak. A gyilkosság óriási felzúdulást keltett, és kiélezte a feszültséget a nyugat és a muszlim világ között. A mostani támadó is kísértetiesen hasonló módszerrel végzett egyik áldozatával. Biztonságpolitikai szakértővel beszélget Fábián Barna. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, a külső stúdióban pedig ott van Gálogs Pötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Barna, és üdvözlöm a kedves nézőket! Hogyan közelíthetjük ezt a témát? Beleillik ez a mostani borzalmas terrortámadás abba a folyamatba, amit most csak szűken nézzük? A tanár bemutatja a történelem tanár a Mohamed prófétákat, bár szól azoknak, akiket ez zavarna, fáradjanak ki a teremből, ám utána jön egy csecsen fiatalember és elvágja a torkát. Erre Macron államfő azt mondja, hogy azonnali intézkedéseket kell tenni a radikális iszlám csoportok ellen, de karikatúrát továbbra is lehet rajzolni, Franciaország a szólásszabadság, a szabadság hazája. Majd jön egy tunéziai, aki ennek kapcsán három embert megöl, és ismét levágja egy embernek a fejét. Meddig tarthat ez a folyamat? Mert mi lesz akkor, ha mondjuk, csak gondolkodás szintjén, a szélsőséges jobboldal visszavág? Hát igen, hogyha megnézzük, azért ez egy több éves vagy több évtizedes folyamat, hogyha visszagondolunk, hány terrortámadás történt, legyen az ugye a madridi robbantás, ahol szintén észak-afrikaiak, marokkóiak voltak, vagy ugye amikor a Bataclanban 90 szórakozó fiatalt meggyilkoltak, brüsszeli reptér elleni támadások, tehát iszonyatosan sok száz ember vesztette már az életét el Európába, azért, mert igazából ez a minden ellenőrzés nélküli bevándorlás, ez a liberális világkép, amit az emberek itt ránk akarnak erőltetni, ugye Brüsszelből, vagy a más nyugati országokból, akár még az EU előtti időkből is, hogy a migráció egy milyen jó dolog, ahhoz vezetett, hogy ugye több milliós muzulmán közösségek alakultak ki, legyen az Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Németország, és ugye csak a nagy számok törvénye alapján is mindig vannak olyan radikálisok, akik tényleg így a vahabizmushoz, a szalafizmushoz, tehát az iszlám legradikálisabb részéhez kötődnek, ezzel szimpatizálnak. Ugye alakultak nagy terrorcsoportok is az évek alatt, legyen az az Al-Qaeda, utána az iszlám állam, és ott akik vagy az internet segítségével fanatizálódtak, vagy esetleg kint voltak is harcosként, tehát aktívan részt vettek kivégzésekben, részt vettek harci cselekményekben, ugye Szíriában vagy Irakban. Ezek az emberek utána visszaszivárogtak, vagy visszaszivárognak még napjainkban is. Ugye van olyan nap Olaszországban, hogy 400 migráns tesznek partra hajók, és ez a folyamat így nem is fog megszakadni. Értelemszerűen Macron jól reagál, de ő is érezte már a nyomást ugye a francia néptől, tehát a franciáknak most már elegük volt. Samuel Patinak a meggyilkolása föltette az íra pontot, és követelik már a kormánytól, hogy tegyenek valamit a radikális iszlamisták ellen, akik napi szinten veszélyeztetik az életüket. Ezt ő meg is tette, ugye például a Sheikh Yassin szervezetet megfigyelés alá vonta, feloszlatta igazából, hogy ez mennyire jó vagy nem, mennyire fognak ők illegalitásba vonulni és ott szervezkedni, ez a másik kérdés. Viszont a radikális muszlimok úgy érezték most, nem csak Franciaországban, nem világszerte, hogy Macron elnök háborút hirdetett ellenük, és ugye azért követte el ez a 21 éves tunéziai Ibrahim Assaoui pont Mohamed próféta születésnapján ezt a tettet, mert úgy érezte, hogy bosszút kell állni Franciaországon, bosszút kell állni Macronon, bosszút kell állni a keresztényeken, és azért is ugye jelzésértékképpen a Nizei Notre Dame templomot választotta. Annak milyen üzenete van ma? Mi a tanulsága, hogy Tunézia, Észak-Afrika, Lampedusa és a kontinens, és innentől megint valaki gyilkosságot, terrorcselekményt követel. Már nem ez az első eset. Közben az NGO vagy NGO hajók folyamatosan szállítják a migránsokat be a kontinensre, Olaszországba. Pontosan ugye Brahim Assaouiról is azt kell tudni, hogy még egy hónapja sem volt az Európai Unió területén. Ő is huszad magával egy gumicsónakon érkezett embercsempészek segítségével Lampedusa-ra. Ott ugye megvizsgálták a kérését, hogy politikai menedékjogot szerezne, és mondták, hogy ugye mivel tunéziai állampolgár, ezért gazdasági menekültnek számít, nem maradhat az országban, kapott egy kiutasítási határozatot, ami sajnos csak azzal jár, hogy néhány napon belül el kell hagyni az Európai Unió területét, tehát önszántából. Ő ezt nem tette meg, hanem Olaszországból igazából megpattant, átment Franciaországban.
azt se tudták a francia hatóságok, hogy ott van, hogy ez a személy egyáltalán létezik. Tehát nem követett el a tegnapi napig semmilyen bűncselekményt vagy kihágást, így nem került a rendőrség vagy a titkosszolgálatok látókörébe. És ugye egyszerűen, ahogy az iszlám állam jelen pillanatban felhívja a híveinek a figyelmét, az iszlám állam nagyon aktív per pillanat a Khyber térben, szinte minden nyelven üzennek a fiataloknak, németül, franciául, angolul, spanyolul, csatlakozzanak az iszlám államhoz, és ők mondják a híveiknek, hogy vegyetek egy kést, ha nincs lőfegyveretek, vagy nem tudtok robbanóanyagot csinálni, és gyilkoljátok meg a keresztényeket és a zsidókat, mert ők a mi ellenségeink. És sajnos lehet látni az elmúlt hetekben, ugye, hogy ez igazából táptalajra talált Franciaországban, és hát egyre több fiatal legyen az csecsen, legyen az tunéziai, egyszerűen az internet segítségével fanatizálja magát, de most ugye a tunéziai hatóságok a tegnapi nap megígérték, hogy segítenek a francia rendőrségnek és a titkosszolgálatnak, megpróbálják ennek a fiatal embernek a családi hátterét és egyéb kapcsolatait felderíteni, hogy volt-e valamilyen erős iszlamista kötődése, volt-e esetleg valamelyik terrorszervezetnek tagja, állt-e kapcsolatban más radikálisokkal, tehát a nyomozás per pillanat folyik, csak ugye Németországban is tegnap megemelték például a terrorkészültséget, mert félő, hogy lesznek olyan elkövetők, akiknek ez a borzalmas cselekmény tetszett, és azt mondják, hogy milyen egyszerű igazából bosszút állni a keresztényeken, pár euró kell hozzá, hogy egy késbe tudjak szerezni, úgyhogy sajnos félő, hogy ez nem az utolsó ilyen terrorcselekmény volt az elmúlt napokban. De ha azt látják ezek a késes merénylők, mert nyilván amikor a tengerparton az iszlám állam katonái elvágták rengeteg embernek a nyakát, nyilván innen jön a késes támadásnak a, hogy is mondjam, elterjedése szakértők szerint, bár önnel is beszéltünk már erről, de hát láthatják a hatást idézőjelben ezek a merénylők, hiszen bezárják a templomokat, nem állítanak karácsonyfát, leveszik a kereszteket. Most Olaszországban arról tárgyalnak, hogy a messztelen emberi testet ábrázoló műalkotásokat le kell majd takarni, mert zavarja a muszlim vallásúak érzékenységét. Tehát láthatják, hogy van eredménye ennek, ez szomorú dolognak is tűnhet. De mi lett ennek a vége? Hát igazából a nevében benne van ugye terror, félelemkeltés, és valóban például Michelangelo Dávidját ugye el akarják takarni. Tehát ott tartunk, hogy ez a teljes behódolás, ugye mint a híres és valóban nagyon jó könyv is ezt mondja, hogy kezdünk behódolni azoknak, akik idejönnek, menekültként, ugye ezt most hatalmas idézőjelbe teszem, és igazából ők alakítják át nagyon brutálisan a társadalmainkat. Tehát mi élünk igazából félelembe, mi mondjuk azt, hogy a több évszázados legyen, az mondjuk Michelangelo, Buonarrotitól, vagy bárkitől alkotott csodálatos művek, hogy ezek már sértik a szemérmet, és igazából átadjuk teljesen önmagunkat, átadtuk az országunk feletti ellenőrzést ezeknek az embereknek, mint ahogy kiadtuk a határaink fölötti ellenőrzést is például Törökországnak. Tehát azt lehet mondani, kicsit radikálisan fogalmazva, hogy Európa igazából elveszett, elvesztettük a kultúránk nagy részét, elvesztettük a biztonságunkat, az önellenőrzésünket. Tehát ha megnézzük Franciaországot, Németországot, Nagy-Britániát, az emberek igazából most már évtizedek óta félelembe élnek, folyamatosan érkeznek ugye soros hajóival a migránsok, hozzák át őket napi 2-300-at, ugyanúgy, hogy a magyar határon is folyamatosan napi szinten ugyan nő a beérkezőknek, vagy a próbálkozásoknak a száma, akiket szerencsére azért a hatóságok itt őriznek, bevesznek, kitoloncolnak, vagy ugye itt börtönbe kerülnek, olyan cselekményeket követnek el. De ez egy tébolyult folyamat, és hogyha az Európai Unió tényleg nem tér észhez, nem fogják a határokat lezárni, nem fogják ellenőrizni, nem fogják ezeket az embereket azonnal visszaküldeni a beérkezésük napján újra hajóra tenni és visszavinni mondjuk a tripoliszi kikötőbe, akkor ezek a tettek hatványozódni fognak, és igazából a maradék kis biztonságunkat is el fogjuk veszteni, hogyha emberek millióit engedjük be az Európai Unióba, hogy ezt a liberálisok szeretnék. Jörg Spötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.